Sziasztok, ez ismét a Never Dying. Ebben a részben szeretném folytatni a hajdan elkezdett filmbeli válogatásomat. Ebben a videóban elsősorban sci-fi filmeket fogtok látni. Amit mindenképpen látnotok kell, hogyha rajongói vagytok ezen műfajnak. Az eseménynek nincsenek előjelei. Váratlanul éri Amerikát. Néhány pillanat leforgása alatt az emberek magatartásában gyökeres változás áll be. Senki nem tudja, mi okozhatja ezt, valami újfajta járvány sújtja az emberiséget. A biológiai tanár Elliot számára az a legfontosabb, hogy feleségével együtt biztonságos helyet találjon, ha egyáltalán létezik még ilyen. Igaz, a házassága éppen válságban van, ám a feleségével, Almával úgy döntenek, hogy együtt menekülnek. Ennek során csatlakozik hozzájuk Julian, Elliot tanár barátja kislányával. Együtt próbálják elérni Pennsylvania menedékét. Caleb 24 éves és programozó a világ legnagyobb internetes cégénél. Megnyer egy versenyt, melynek díja, hogy egy hetet tölthet egy privát hegyi nyaralóban, amely Nathannek, a cég vezérigazgatójának a tulajdona. Ám amikor Caleb megérkezik a mindentől távol álló luxusházba, rájön, hogy tulajdonképpen egy különös, lenyűgöző kísérletben kell részt vennie. Kapcsolatba kell lépnie a világ első igazi mesterséges intelligenciájával, amely egy gyönyörű lobotlány testében lakik. John Oldman, történelem professzor, váratlanul bejelenti, hogy otthagyja az egyetemet. A meglepett kollégák felkeresik az otthonába, hogy nyomást gyakoroljanak rá, adjon magyarázat a történetekre. Mindenki megdöbben, amikor kiderül, hogy mi a visszavonulásának valódi oka. Oldman professzor ugyanis azt állítja, hogy valójában halhatatlan és 10 évnél tovább nem tartózkodhat egy helyen anélkül, hogy kiderüljön a titka. A kollégák persze képtelenségnek tartják az egészet, ám sem cáfolni, sem megerősíteni nem tudják a hallottakat. A barátságos összejövetel drámai fordulatot vesz. Vincent azon kevés emberek egyike, akik még természetes úton születnek egy új, genetikailag megtervezett világban, ahol már a születéskor meg tudják adni a várható élettartamot és betegségeket. Vincent a diagnózis szerint nem tökéletes, és előre láthatóan csupán 30 éves koráig fog élni, ezért nincs esélye arra, hogy karriert csináljon egy olyan társadalomban, ahol elfogadott a gépek határozta diszkrimináció. Vincent azonban űrhajós akar lenni, ezért üzletet köt Jerome-mal, aki minden szempontból tökéletes, de egy baleset következtében tolókocsiba kényszerült. Vincent Jerome haját, bőrét, vérét és vizeltét használja a tesztek során, hogy beteljesítse álmát. Amikor azonban meggyilkolják a titánra induló programvezetőjét, megtalálják Vincent szempillát a helyszínen, és megindul a nyomozás a beazonosított személy után. A Donnie Darko egyszerre képregény, egyszerre esett tanulmány, és az év legmerészebb vállalkozása az amerikai független filmkészítésben. Csodákkal teli, hangulatos darab, mely az X-akták mágikus realizmusával meséli 80-as évekbeli kertvárosi tizenévesek szorongásairól. Kelly már a nyitó jelenetben elkezd zsonglőrködni a normalitással, a szappanoperába illő Darko család nekiesik egy rendelt pizzának, rövidesen pedig kiderül, hogy a középső gyerekük Donnie leállt a gyógyszerével és üzeneteket kap az űrből. Az éjszaka folyamán Donnie-val újra kapcsolatba lépnek, ez menti meg attól a repülőgép motortól, amely bezuhan a mennyezeten át. A fiú egyre mélyebbre sodródik a bűvöletbe, megvalóul a győződve, hogy 28 nap múlva vége a világnak. Az elszegényedett világban, Nagy-Britannia hidegháborúban áll egy új ellenséggel. Az egyetlen reménye megváltásra a Védelmi Minisztérium vezető tudósa. A zseniális Vincent McCarthy egy forradalmian új fegyveren dolgozik, mely elmossa a határokat ember és gép között. Az általa létrehozott android páratlan fizikai és szellemi képességekkel rendelkezik. Programozásban azonban hiba csúszik, és a gép az életére tör. McCarthy a mesterséges intelligencia szakértőjéhez, AVA-hoz fordul segítségért. Valahol a 21. században, a harmadik világháború után a megtépázott emberiség élére egy gonosz csoport áll az atya vezetésével. Ő és az emberei totálisan betiltanak mindennemű művészeti alkotást, sőt az érzelmek átterjedését is. Az agymosásra egy mindennap adagot szert a proziumot vetik be. John Preston, az érzelemmentesítés ellenőrző csapat, a Grammaton vezetője. A hű katona még saját felesége kivégzését is szemtelenül végignézte, majd magára maradt a két gyermekével. Egy napi gyógyszeradag kimaradása azonban rést üt emlékezetében és az elnyomott érzelmi világában. John megvívja csatáját a saját lelkiismeretével és átáll a lázadókhoz. Tudja, hogy egyikükért sem fognak könnyeket ejteni. A történet az alaszkai Nome-ban játszódik, ahol 1960 óta jelentik az eltűnéseket. Az FBI többszöri mindenre kiterjedő nyomozásai ellenére az igazság nem derül ki.
itt, ezen is tehát a mögötti helyen. Dr. Abigail Tyler, pszichológus, elkezd gyűléseket tartani a traumás paciensekkel. Akaratlanul is, de felfedezi az idegenekkel kapcsolatos összefüggő elbeszéléseket és dokumentálja is ezeket. David Norris, a fiatal tehetséges politikus, ígéretes jövő előtt áll, ám találkozik a gyönyörű balerinával, Alice-szel, akibe beleszeret. Ám egy ilyen kapcsolat azonban nem illik a képbe. David azon veszi észre magát, hogy titokzatos erők próbálják eltéríteni őket egymástól. Megtudja, hogy a sorsügynökség emberével áll szemben, akinek az a feladata, hogy megfelelő mederbe tereljék az életét. David hamarosan döntés elé kerül, választania kell karriere és boldogságok között. Jack Harper az egyik utolsó robotrepülő szerelő, aki a Földön állomásozik. Egy nagyszabású hadművelet része ő, melyek során az élethez nélkülözhetetlen forrásokat vonnak ki a Földről a több évtizedes háború után és egy szörnyű fenyegetés árnyékában. Több ezer méter magasan járőrözik a lélegzetelállító égbolton, de az élet a feje tetejére áll, amikor megment egy gyönyörű idegent egy lezuhant űrhajóból. A nő érkezése olyan események láncolatát indítja be, melyek során Jack kénytelen megkérdőjelezni mindent, amit tud, és az emberiség sorsa az ő kezébe kerül. Ezúton kívánnék nektek nagyon-nagyon jó szórakozást, és ha tetszett a videó, akkor okvetlenül iratkozzatok fel, vagy dobjatok egy lájkot, és lesz még ilyen. Köszönöm a megtekintést, és jó hétvégét kívánok mindenkinek. Sziasztok!